Köszönöm a Magyar Művészeti Akadémia nevében, mint hivatalos gazdája ennek az épületnek, hogy a család és mindazok múzeumi szakemberek, kurátorok, szervezők létre tudták hozni ezt a kiállítást, hiszen nem élő művészek esetében bizony nem könnyű gyűjteményes kiállítást rendezni. Túl a nehézségeken ez is sikerült, és most magam is erőzékenyülve láttam délelőtte, hogy bejártam az egész házat, hogy ilyen összművészeti, szobrászati, plasztikai kiállítás még nem volt Magyarországon, ahol a 6. emeleten Somogyi József állít ki, a mellette lévő 6. emeleti termen több mint 40 tanítványa, a földszinten Györfi Lajos gyönyörű kiállítása látszik, és öt kiváló szobrászművész az alaksorban egy harmadik kiállítást rendez. Ez egy picit a véletlen műve, de nagy öröm, hogy a véletlen is segít rajtunk. Somogyi Józseffel nagyon elmélyült személyes kapcsolatban is állhattam, kicsit elérzékenyülve beszélek erről, mert hát közöttünk sok évtizedes, 3 évtizedes a korkülönbség, de ez úgy gondolom, hogy a kapcsolatunkban nem jelentett semmiféle akadályt. 1970-es évek közepén ő rektora lett a Magyar Képzőszti Főiskolának, akkor főtitkárt keresett az intézménybe, és valahogy úgy alakult, hogy ismertük már korábban egymást, hogy én kerülhettem mellé 1978-ban a Képzőszti Főiskolára, és ez egy 10 éves szoros munkakapcsolat lett a Képzőszti Főiskola irányításában. És hát azt hiszem, hogy ez nem csak szakmai értelemben, de emberi értelemben is egy nagyon mély kapcsolat volt, életre szóló és nagyon meghatározó máig a művészettel kapcsolatos világlátásom is, azzal összefüggésben, hogy vele együtt dolgozhattam, működhettem. Alapvetően tulajdonképpen, mikor elindultunk, arra gondoltunk, hogy 20-30 növendéket keresünk a mester mellé. Ez ugye végül 60 fölé föltornázta magát, és még így is vannak feszültségek, hogy kit hívtunk meg, és kit nem. És tulajdonképpen kiindulás volt, hogy csak élőket hívjunk meg, mert mindig nehéz örökösökkel tárgyalni, nehéz életműveket fölkutatni, az idővel való versenyfutásban természetesen sajnos jóval több már az elhunyt növendéke is, mint a 3, aki itt most kiállít. De végül is úgy döntöttünk, hogy ez a 3 növendék semmiképpen nem maradhat ki. Mindegyiknek megvan a sajátossága. Ócsai Károly tulajdonképpen 18 évesen 56-ban érettségizett, a gimnáziumban volt növendéke, nagyon komoly forradalmi tevékenységet folytatott, soha nem kerülhetett főiskolára. Tehát neki valóban igazán a mestere volt, és egész életében ezt Ócsai hangsúlyozta is. Ő 5 évvel ezelőtt hunyt el, és soha nem volt epigon, erről talán még érdemes beszélgetni, hogy mennyiben viszik tovább a növendékek, és mennyire nem azt a formavilágot, amit Somogyi képviselt. Borbás Tibor pedig hát a magyar mintázásnak egyik nagy kitűnősége, őt is csak a gimnáziumban tanította, de meghatározó volt számára, és egy autóbaleset áldozata lett. A legfiatalabb Török Rihárdnál pedig, aki 93-ban hunyt el, és ugye csak 54-ben született, ő annyira zseniális növendéke volt végig a főiskolán, hogy komolyan fölmerült Somogyiban is, Kőpárban is, hogy tanársegédként behívják a főiskolára. Többen a magyar szobrászatban a legtehetségesebb fiatal művészek közé sorolták,
tehát Richárdot sem lehetett kihagyni ebből a sorból. Így született meg ez a döntésünk, így legalább annyiban meg lehetünk nyugodva, hogy élők és holtak tulajdonképpen egyaránt képviselik ezt a pedagógiai eszményt, ami Somogyira jellemző.